Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a klasszis podcastját követi. Engem Rácz Gergőnek hívnak. Horváth Zsófiával, az MBH-nak a öngondoskodási szakértőjével beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és végigrághatjuk ezeket a eléggé fontos kérdéseket. Sokszor szóba kerül az, hogy nem igazán gondoskodik magáról a hazai közösség. Inkább akár a hába teszi a pénzt vagy eleve nincsen megtakarítása. Ez 2023 végére, mert decemberben majdnem karácsony előtt beszélgetünk, ezt ti hogy látjátok? Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Valójában tényleg nagyon fontos kérdés az öngondoskodás, az, hogy hogyan gondoskodunk, hogyan gondolkodunk egyáltalán a jövőnkről, és ez talán jobban fókuszba kerül minden évben az év végén. Ennek vannak nagyon praktikus és egyszerű emberi okai is. A praktikus oka az, hogy nyugdíjpénztárban, egészségpénztárban, vagy bizonyos más megtakarítási formákban bizony komoly adókedvezmény jár arra, hogyha az ember ilyenkor még feltölti a saját számláit. Hogyha befizett egy évben egy bizonyos összeget, akkor például pénztári megtakarításra következő évi adóbevallásnál 150 ezer forintos visszatérítést kap az államtól, az adóhatóságtól, a gondoskodó öngondoskodó pénztártag. Ez a praktikus oka, hogy tudatos adózással pénzt lehet spórolni, hiszen a saját befizetéseink, illetve a munkáltató által számlánkra küldött befizetések alapján ez a 20%-os, akár 150 ezer forintos pénz, ez mind a mi számlánkra kerülhet. Ezt sokan úgy is tekintik egyébként, hogy ez egy nagyon gyorsan elérhető magas hozam. Ha így nézzük, akkor valójában az inflációs mutatókkal is igencsak versenyképes dologról beszélünk. Az emberi oldala pedig az, hogy év végén jobban fókuszba kerül, hogy visszatekintünk egy kicsit az évre, értékeljük, hogy mi történt januártól decemberig, készülünk az ünnepekre, ilyenkor kicsit jobban adakozó is vagyunk, és az adakozásban bizony akár néha saját magunknak is adunk egy kis kényeztetést, egy kis plusz pénzt, egy kis törődést, és a törődésből nagyon szépen belefér az, hogy egészséget, jövőt, biztonságot vásároljunk magunknak pénztári számlánk feltöltésével. Azt el tudnád mondani, hogy öngondoskodási fronton mi a különbség, hogyha én most előtt takarékoskodni akarok, hogy mi a különbség egy pénztári tagság, vagy mondjuk egy nyugdíjbiztosítás között? Persze, természetesen. Hogyha kifejezetten hosszú távra a nyugdíj célra szeretnénk takarékoskodni, akkor az embereknek nagyon sok minden jut eszébe. Van, aki azt mondja, hogy jó, én csak az állami nyugdíjra támaszkodom. Vannak azok, akik azt mondják, hogy jó, majd lesz valahogy ők azok, akiket szeretnénk meggyőzni róla, hogy ez nem jó gondolkodásmód. És vannak azok, akik kifejezetten a nyugdíj célú termékeket keresik. Akik kifejezetten nyugdíj célú terméket keresnek, nekik is sok lehetőségük van a piacon. Az egyik a nyugdíjbiztosítás, a másik ilyen tipikus, nagyon közismert forma, az az önkéntes nyugdíjpénztár. Ezekben közös, hogy mind a kettő adókedvezménnyel támogatott megtakarítási forma, sőt, ha mind a kettőt tartja valaki, és miért is ne tenni, akkor akár 280 ezer forint adókedvezményt is igénybe vehet majd az SZIA bevallásában. A különbség közöttük viszont az, hogy amíg a nyugdíjbiztosítás egyfajta Unitlink típusú biztosítási forma, más költségmutatókkal, más mögöttes logikával, struktúrával, addig az önkéntes nyugdíjpénztár egy teljesen speciális hazai konstrukció, ahol a pénztártagok Tulajdonában van lényegében ez a pénztár, küldött közgyűlések a tagok érdekeit képviselve döntenek. Nagyon erősen non-profit a szervezet, és nagyon alacsony költségmutatókkal, díjterheléssel dolgozik. Azt, hogy ezt össze lehessen hasonlítani, erre a Magyar Nemzeti Bank létre is hozott egy úgynevezett TKM mutatót, kifejezetten nyugdíj. Terméket, tehát az a TKM nyöpő vagy TKM ennyi nevezetű mutatót kell keresni, hogyha valaki a felügyelet honlapját szereti böngészni. Ezt a mutatót a pénztárak is közé teszik. Az MBH gondoskodás nyugdíjpénztárnál ez a leges legmagasabb összege is 2%-os, és a legalacsonyabb az mindössze fél százaléknyi költségmutató. Ez egy százalékos értékben fejezi ki, hogy 10-20-30 év alatt mekkora összes költsége lesz a mi megtakarításunknak. Tehát nagyon fontos, hogy amikor valaki választ, hogy milyen megtakarítási formában fogja majd ő fialtatni a pénzét, hogy hogy készül a nyugdíjra, akkor megtekintse azt is, hogy milyen formákat engedhet meg magának. Például a biztosításoknál tipikusan egy fajta havidíj van, ez a pénztáraknál is létezik, mi ezt tagdíjnak nevezzük. Az a különbség, hogy ez a tagdíj, ez nagyon rugalmasan az igényeinkhez szabható. Ha valaki ne agyisten Isten szorult helyzetbe kerül, például elveszti a munkáját, akkor ideiglenesen csökkentheti is ezt a tagdíjat, nem fogja őt különösebben hátrányos következmény érni, a hozamából tud elvonni a pénztár ilyenkor működésre, Viszont amikor valakinek jobban tud nyújtózkodni, hogy ameddig a takarója ér, például extra forráshoz jut, ne Isten béremelés történik, vagy bónuszt kap évvégén, akkor érdemes ezt beforgatni a nyugdíj megtakarításába, és így mindig a saját lehetőségeihez képes növelheti ezeket a pénzösszegeket. Ez azért nem mellékes, mert az alacsony költség és a rugalmasságot kiegészíti az adókedvezmény, illetve a hozamok, amíg ilyen kamatos kamat elv hatására évtizedek alatt hatalmas összegeket is kitehetnek. Szintén fontos különbség a biztosítási és a nyugdíjpénztár között, hogy a nyugdíjpénztáraknál általában vannak választható befektetési portfóliók. Hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy eldöntheti mindenki, hogy mennyire vállaló. Hány éves vagyok, milyenek a pénzügyi céljaim, mikor megyek majd nyugdíjba, egyáltalán milyen a kockázatvállaló hajlandóságom. Na most, hogyha választhatunk mondjuk négy vagy öt portfólió közül, hogy én alacsony kockázatban hiszek, vagy igazából még fiatal vagyok, akár a legmagasabb kockázattal is kezelhetik a pénzemet, akkor onnantól kezdve az ő vagyonát abban kezeli a pénztár, és ezt a vagyonkezelők anélkül tudják neki megtenni ezt a vagyonkezelést, hogy különösebb pénzügyi szakértőnek kéne lennie. Ahogy pedig közeledik mondjuk a nyugdíjkorhatár, akkor már lehet, hogy visszavesz mondjuk egy kockázatos portfólió irányából, egy kevésbé kockázatos irányába. Ezt is néhány kattintással elektronikusan meg lehet tenni. Sőt... Bocsánat, hogy szabadba vágok, csak eszembe jutott valami, ami a MNB-nek a pénztári szektorral pár évvel ezelőtt egy megfogalmazott igénye volt. Pont az, hogy alapvetően ne legyen ennyire kockázatkerülő az a portfólió kezelés, ne állampapírokba tartsa praktikusan, hogyha mondjuk ebbe bele akarunk menni, hanem menjen bele egy olyan területbe, ami rizikósabb és nagyobb hozammal kecsegtet. Most gondolok a részvényekre így leginkább. Ezt mennyire érzitek most, meg mennyire mentetek elebe az irányba? Abszolút meghallott a felügyelet, illetve az idők is a pénztári szektor ebben a tekintetben. Az MBH gondoskodás nyugdíjpénztárnál éppen idén indult egy akár 80%-os részvény túlsúlyt is elérhető úgynevezett lendületes portfólió nevében is benne van, hogy azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen kockázatosabb, lendületesebb befektetési konstrukciót tesz lehetővé. Ugyanakkor azt is éreztük és hallottuk az ügyfeleink visszajelzéséből, hogy sokan vannak, akik Ugyan szívesen beszállnak egy ilyen portfólióba, de mégis azért bizonyos mértékben óckodnak attól, hogy kockázatot vállaljanak. Ezért a piacon hát nem teljesen unikumként, de szinte egyedülálló módon az egyike az MBH azoknak a pénztáraknak, ahol meg is oszthatja a vagyont két portfólió között az ügyfél. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy mondjuk a vagyonának az 50%-át beteszi ebbe a nagyon kockázatosba, a másik felét pedig benne hagyja egy, egy közepes kockázatú portfólióban. Mind a kettő párhuzamosan tud neki fialni, abban tarthatja a pénzét. Természetesen nem csak 50-50 százalékos -50 arányban lehet ezeket választani, ez szintén eldöntheti az ügyfél, teljesen online módon tudja rendelkezni a számlája fölött, hogy milyen arányban szeretné megosztani. Mi úgy látjuk, hogy erre kifejezetten nagy volt az igény is, és érdekes módon nagy tudatossággal is fordultak e felé az ügyfeleink előzetesen is felmértük, hogy mit fognak hozzászólni, illetve utólag is megvizsgáltuk, hogy mennyire szeretik, mennyire élnek vele, és kifejezetten népszerű, bár tömegterméknek jelenleg nem nevezném ezt a lehetőséget, de egy bizonyos tagi körben ez egy fontos termékelőnynek bizonyult. Nálatok milyen a lemorzsolódási arány? Említetted te is azt, hogy a pénztártagság az eltér a biztosítónak a havi díjától, ennek megfelelően rugalmasan fizetnek az emberek, gyanítom, hogy eléggé sokszor nem. Akkor ilyenkor mi az, amit csináltok? Nagyon ö, érdekes jelenség az, hogy vannak nem fizetők a szektorban. Ezen egyébként a pénztári szektor inkább lehetőséget szokott látni, pont azért, amit említettem, hogy ez egy rugalmas ö, konstrukció. Viszont ö, az is nagyon jellemző, hogy sokan vannak, akik azért nem fizetnek, mert korábban mondjuk a munkáltatójuk fizette nekik ezeket a havi tagdíjakat. És amikor mondjuk egy munkáltatótól elmegy az ember és átkerül máshova, ha nem épült föl benne ez a saját egyéni tudatosság, ez a... Ez a üzenet, hogy ez fontos, hogy magamért is megtegyem, akkor hajlamosabba hagyni a megtakarítást, vagy felfüggeszteni. Ebben mi lehetőséget látunk, és a tagság lemorzsolódásáról pedig inkább azt mondanám el, hogy ez nem feltétlenül lemorzsolódás. Arról van szó, hogy nagyon sokan léptek be a pénztárakba akkor, amikor még automatikusan adta a munkáltató ezeket a hozzájárulásokat. Utána változott az adókörnyezet, változott a munkáltatóknak bizonyos körében az, hogy, hogy állnak ehhez a juttatási módhoz. És akik ott beléptek, azok egy nagy korosztály, ők viszont már lassan kezdik élvezni, kiélni ezt, hogy igénybe vehetik ezeket a szolgáltatásokat. Magyarán szóval, elmennek nyugdíjba az ügyfeleink. Ez azt jelenti, hogy ugyanilyen arányban kellene pótolnia őket a fiataloknak. Természetesen ez az a, ez az a probléma, amelyikre a Magyar Nemzeti Bank is sokat foglalkozik, ők ezt a hiányzó generáció problémájának szokták nevezni, és egyébként fején is találják ezzel a szöget, mert lássuk be egy fiatal számára, ez azért abszolút nincs még a fókuszban, hogy igen, tegyek félre nyugdíjra, ami amúgy nagyon szerencsétlen helyzet, hogy nincsen számukra a fókuszban, hiszen hogyha valaki mondjuk 20-as éveiben, 30-as év elején elkezd félretenni, ugyanazzal a havi megtakarítási összeggel, és itt legyen akár szó 10-15-20 ezer forintról, hatalmas különbséget tud elérni, pont azért, mert nagyon hosszú időtávra gondoskodik amiért ja, félni szoktak ettől a fiatalok, hogy áj, de mi van, hogyha szükségem lesz a pénzre. Ez persze egy érthető ócskodás, viszont az önkéntes nyugdíjpénztárraknak erre is van megoldása. Van tagi kölcsönre lehetőség, tíz év tagság után a hozamot föl lehet venni teljesen adómentesen. Tehát aki elkezd takarékoskodni, és aztán egy olyan élethelyzetben találja magát, hogy hirtelen pénzre van szüksége, akkor se kell feltörni ezt a megtakarítást, és elbuknia a jövőjét, hanem tudnak segíteni neki a pénztár csak érdeklődni, utána nézni, az érdemes ilyenkor. Beszéljünk egy kicsit akkor nem csak a nyugdíró, hanem az egészségpénztárakról. Ha jól tudom, akkor ha én tag vagyok egy pénztárban, akkor a közvetlen családtagjaim is tudnak részesülni ebbe az egészbe, ők is tudnak befizetni, és akkor nekem is jár majd a végén adott esetben az adójóváírás. Ez pontos ez a leírás? Ez többé-kevésbé fedi a valóságot, igen. A pénztártak be tudja jelenteni részint a családtagjait úgynevezett szolgáltatásra jogosultaknak, ezért nagyon komolyan hangzik, de lényegében arról van szó, hogy egy pénztári, egészségpénztári szemlával az szinte az egész család szükségleteire tudunk költeni. Mire kell gondolni? Mondjuk itt karácsonykor a gyereknek vehetünk egy új szemüveget, vagy egy dioptriás napszemüveget, a nagymamának lehet egy vérnyomásmérőt venni, gyógymatracot a hálószobába, a férjünknek, feleségünknek ajándékba. Nagyon sok mindenre el lehet költeni, és akár a családtagoknak erre az egyedi szükségleteire is. Az egyéni számlának úgy a saját pénztári a gyarapítására, itt is segíthet a munkáltatónk. Tehát nagyon érdemes megnézni a kafetéria rendszert majd jövő év elején, ahol van és ahol lehet nyilatkozni, és kikeresni belőle, hogy van-e nyugdíjpénzteri egészségpénztári választható elem, és azt szépen beixelni, mert nagyon hasznos. Segítséget tud nyújtani. Másrészt ugye mi is befizethetünk a saját pénzünkből, és hogyha a családtagok fizetnek be, akkor azután is a pénztártag tudja az eszélye mint igénybe venni. Ez teljesen helyes, ahogy mondtad. Nagyon sokat látjuk azt, hogy például gyerekvállalásra készülnek az ügyfeleink úgy, hogy családi segítséggel gyűjtenek a számlán. Hol van ennek a jelentősége? Ahhoz, hogy 150 ezer forint adókedvezményt kivehessünk májusban az adóbevallásunk után az adóhatóság által pluszban, ahhoz 750 ezer forint befizetés kell. Ez ilyen nagy összeg, ezt nem mindenki tudja megengedni saját magának, főleg ha esetleg a munkáltatója nem áll mögötte. Na most, ha valaki viszont gyereket tervez, kisbabát vár, tudja, hogy bővülni fog a család, és adott esetben például oda kéri a kellengye pénzt, befizeti a számlájára, vagy felvesz valamiféle hitelterméket, akár ezeket a családtámogatással összefüggő konstrukciókban is lehet itt gondolkodni, és befizeti a pénztári számlájára, akkor a 750 ezer forintból, a következő évben 900-at csinált, és hogyha már még egy kicsit hozzátesz, akkor akár 1 millió forintot rögtön fölvehet a baba születésekor ez a születési segély, vagy szülési segély konstrukcióban. De nem mindenki akarja ezt így fölvenni és elhasználni mondjuk babaszóba berendezésre, vagy más egyéb hasznos dologra. Arra is jó ez, hogy kiegészítsük a kieső keresetünket. Itt ugye akár apuka, akár anyuka elmegy, gyesregyedre, a további család támogatási modellek, bármelyik Kében. Visszaesik ugye a keresete, mert ugye lesz valószínűleg egy hézag egy gap a, a korábbi bevétel és a, a támogatások között. Ezt is ki lehet egészíteni erről a pénztáris számláról, úgynevezett előrelátónak hívjuk, önsegélyező szolgáltatások keretében. Arról mesélje, hogy ez mennyire népszerű, mert a, a nyugdíj esetében azt mondhat, hogy alapértelmezésben Mindenki még most is az államra akar támaszkodni a alapértelmezésben. Ez a egészségpénztári szolgáltatás, vagy mindez, amit most kifejtettél, ez nálatok mennyire kellendő termék? Az egészségpénztáraknál az a nagyon érdekes, hogy kezdik felismerni az emberek, hogy az egészség mekkora érték. Nagyon tragikus volt a COVID-pandémia idején azt, a szembesülni, hogy mekkora nagy érték is az egészség. Ez talán az egyetlen pozitív hozadéka, hogy felértékelődött sokak szemében az, hogy ennek a megőrzése az tényleg minden áron szükséges és fontos. Um, azt látjuk, hogy például az össz, ilyen előrelátó önsegélyező szolgáltatásokban egyre nagyobb az igény, de még messze nem értük el azt a teret, amiben növekedésre én például látnék mozgásteret, hogy az ügyfelek ezzel éljenek most ugye ide citáltam ezt a gyerekkel összefüggő támogatást, de például egy lakáshiteltörlesztés törlesztés támogatása is finanszírozható egészségpénztári számláról. Ez a minimálbér összegéhez van kötve, az adott év első napján érvényes minimálbérhez. Tehát például januártól ez most pont emelkedni is fog, és 15% a minimálbérnek, tehát 40 ezer forint környéki összeget lehet minden hónapban kivenni erre. Egy megkötés van, hogy a számla egyenlegünkön levő pénznek legalább 180 napja ott kell ülni ezen a számlán, tehát egy picit így el kell tolnunk ezeket a költéseinket, ezért is nevezük ezt előrelátónak, mert ha csak egy fél évre előre tervezünk, akkor onnantól kezdve folyamatosan tudjuk magunknak biztosítani ezeket a dolgokat, míg természetesen az egyéb szolgáltatásokat, akár itt magánorvosra gondolok, labordiagnosztikára, prevencióra, fogorvosra, optikusra, vagy a drogériákban, bevásárlóközpontokban való költésekre, ezeket mind a befizetéseinkből azonnal is tudjuk finanszírozni. Tehát nagyon sok lábon tudunk állni, egyetlen egy megtakarítási számlával. És ö, ö, hogy áll a mérlegetek, úgymond? Tehát mennyi az, a, a, ami ott ül a számláitokon, vagy a tagi befizetéseknek a gyűjtőjében, most nem is tudom, hogy minek kéne neveznem, és mennyi az, amit ehhez képest ki is fizettek, tehát amit a tagok fel is használnak bármelyik célra, amit most az előbb felsoroltál. Az a jellemző, hogy az egészségpénztárat még mindig nem olyan klasszikus megtakarítási formának tekintik az ügyfeleink, ahol felhalmoznának. Vannak, akik gyűjtenek valamilyen célokra, például egy drágább műtéti beavatkozásra, vagy valamilyen várólistás drágább kezelésre. Nagyon tipikus, hogy összegyűjtik a pénzt, amire majd ott szükség lesz. Ugye hát nem titok, hogy a magánegészségügyben akár milliós tételeket is kell fizetni bizonyos ellátásokra, és hogyha valaki erre előre készül, akkor ő gyűjtöget, de sokkal tipikusabb, hogy átfolyatják a pénzt a pénztáron, és rövid időtávon belül fel is használják. Látni ugyanakkor azt a fajta hullámzást is az egészségpénztári felhasználásban, hogy volt, amikor jobban gyűjtöttek előre, de ahogy az inflációs helyzet is fokozódott, úgy sokkal inkább hajlamosak voltak az ott meglevő megtakarításhoz nyúlni. Ez azért nagyon fontos, mert érdemes ebben a szempontból is gondolkodni, amikor megtakarítunk egészség célra. Mikor lesz szükségünk majd arra, hogy elköltsük? Lehet, hogy nem most van, de lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor jó, ha ott van. Erre egy, ö, egy szakértő mondta azt, hogy volt egy nagyon drámai beszélgetése valakivel, aki azt mondta neki, hogy ő nem tudta, miért kezdjen ilyen egészségpénztári gyűjtésbe de úgy érezte, hogy ez a pénz egyszer még megmentheti az életedet. És elkezdett gyűjteni, és nem akarta felhasználni, nem is tudta minek, meg igazából ő is úgy volt vele, hogy ez botorság, és, de mindig ez motoszkált benne, hogy ez a pénz egyszer még megmentheti az életedet. És megbetegedett, és valóban ténylegesen, amiatt, hogy volt ez a megtakarítása, olyan extra szolgáltatásokat tudott igénybe venni, amire neki gyorsan és azonnal szüksége volt, ami miatt végül is tényleg így így volt, és az ő megérzése pontosnak bizonyult. Én nem ismerem ezt az illetőt, akivel ez történt, de nagyon velem maradt ez a történet, mert valóban helyes, hogyha így tekintjük, hogy ez a pénz bármikor jól jöhet. És ugye, ha baj van, akkor lényegében a szeretteink egészségéért, saját egészségünkért igazából semmi nem drága. Ezt talán valamennyien tudjuk, vagy érezzük a belsőnkben. És hogy látjátok most jelenleg a piacot? Az idei, az egy recessziós év, ezt már nagyjából eldöntöttük. Jövőre valószínűleg lesz valami növekedés, lesz még infláció is. Most a megtakarítások pont bármelyik célból, vagy bármelyik megfontolásból, amiket az előbb felvázoltál, azt egyrészt hogy látod most a helyzetet, másrészt hogy látod, hogy ez hova fog kifutni mondjuk akár egy éven belül? Én úgy látom, hogy nagyon nagy szerepe van általában a szabályozói és adókörnyezetnek abban, hogy konkrétan hogy lehet fölfuttatni egy megtakarítást. Van az egyéni tudatosság, ami fontos és építhető dolog, és van az a fajta szervezeti tudatosság, amikor valaki felelős munkáltatónak tekinti magát. De azon belül is sokkal könnyebben tekinti magát valaki felelős munkáltatónak, hogyha a kedvezőbb az adó környezet ha egy olyan értékajánlatot tud adni, ami, ami támogatja az ő üzleti céljait is. De nagyon fontos, hogy jelenleg is bár bérként adózik a pénzteri juttatás munkáltatói oldalon, de a 20% adókedvezmény az egyéni tagnak jár azokra a pénzekre is, amit a munkáltatója ad számára erre az egyéni számlára. Ezért aztán mindent összevetve, ez még mindig egy jó értékajánlat, hiszen magasabb nettó juttatást eredményez ugyanaz a pénzösszeg a munkavállaló oldalán, mint hogyha ugyanezt bérként fizetnék is, sőt, ugye a munkahelyi egészségmegőrző programoknak ténylegesen kimutatható hatékonyság növekedési lába is van. Ez csak a klasszikus pénztári hozzájárulás, amiről most beszélek. Egyébként a vállalatoknak többféle megoldása van erre. Van egy úgynevezett célzott hozzájárulás az egészségpénztár oldalon, aki célzott hozzájárulásként támogatja a dolgozóit, az még ennél kedvezőbb adókörnyezetben tudja ezt megtenni differenciáltan. Én ebben látom azt a teret, ahol lehet egyszer nagyot bővülni. Hogyha bármilyen kis kedvezményt kapnak a vállalatok, akkor nagyon szívesen támogatják a dolgozókat. És a dolgozók, hogyha megismerik ezeket a pénztári hozzájárulás vagy célzott támogatás különböző juttatási formákat, akkor onnantól kezdve keresik, a saját privát életükbe is szívesen beforgatják, hogyha van lehetőségük, elkezdik alkalmazni maguktól is. Itt látok egy olyan kitörési pontot, amiben, hogyha bármiféle változást tesz, akkor, akkor, hatalmas növekedés lehet. A másik az, hogy ugye ezt nagyon kiemeltem az elején, hogy ez egy non-profit üzleti forma, tehát nem is üzleti, hanem egy non-profit forma ez a pénztári konstrukció. Ennél fogva nem úgy van, mint mondjuk egy biztosításnál, hogy hatalmas szervezői hálózatok őrületes jutalékért tudják ezt értékesíteni, hanem gyakorlatilag nehéz eszközökkel kell lejuttatnunk ezeket a nagyon fontos üzeneteket a lakossághoz. Akik egyébként nagyon nyitottak -e ezekre a típusú üzenetekre, de hát az, hogy elérjük őket nehéz. Ha ebben lenne valami könnyítés, és erre látunk is egyébként esélyt, hiszen éppen a minap nyilatkozta a GFM részéről az illetékes hozzászóló, hogy, hogy talán a jövő évben lehetnek olyan quick winek, amik megfordítják a piacon azt, hogy mennyire jut el ez az üzenet, az öngondoskodás szükséges a pénztártagokhoz, akkor szintén látok egy ilyen nagy kitörési lehetőséget. Én a saját oldalunkon azt látom az MBH gondoskodásnál, hogy az ügyfelek keresik és értékelik a lehetőségeket, értékelik, hogy online lehet intézni a dolgokat, hogy egyszerűen lehet már elszámolni mondjuk egy egészségpénztári számlát teljesen online számlafeltöltéssel, hogy nem kell papíron levelezni senkivel, hogyha nem szeretnének, hanem egy-két kattintással feliratkozhatnak a kapcsolattartásra. Tehát, hogy ez egy modern pénzügyi termék vált az utóbbi években, részint egyébként a COVID-nak is köszönhetően, amikor ezek nagyon felgyorsultak minden pénzügyi szervezet életében ezek a dolgok. Amikor a munkáltatói hozzájárulásokról beszélsz, akkor milyen vállalatokra kell gondolni? Most így méretkategóriákról beszélek alapértelmezésben, hogy itt azokról van szó, akik egy bármely, ország bármelyik területén dolgozó multinál dolgoznak, vagy ez a egy KKV vagy mikrovállalati szinten is egy valami? Abszolút minden szinten, szinte minden, ahogy a régi talán skálametró reklámban szerepelt, bármilyen cégméretnél ezek komolyan hozzá tudnak járulni a lojalitás növeléshez, a hatékonyság növeléshez, a kulcsember megtartáshoz ezek a juttatások. Tehát az ember azt gondolná, hogy inkább a multinacionális cégeknek a kafetéria palettáján szerepelnek a pénztári juttatások, és ez biztos, hogy részben igaz is, mert ott más vállalati kultúrából talán ez inkább alapértelmezetnek tekinthető, de kifejezetten nyitottak arra az egyéb méretű vállalkozások, akár KKV-k, akár mikrovállalkozások is, hogy ők is segítsék valahogy azoknak a dolgozóknak a boldogulását, akik nekik a felelősségi körükbe tartoznak. Az egy cinikus megfogalmazás akkor, amit feltételezhet az ember egy kisebb magyar cégről, hogy ha valahol tud költséget vágni, akkor inkább a dolgozóján fog költséget vágni, és ennek megfelelően ilyesmire nem fog pénzt fordítani. Van, aki így gondolkodik, de igazából ő egy kicsit maga ellen beszél ezzel, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon sok olyan kis vállalat van, vagy kisvállalkozó, aki a saját jövőét vágná ezzel agyon, hogyha így gondolkodna. Hiszen képzeljünk el egy olyan vállalkozót, akinek mondjuk alacsonyabb ére van bejelentve, alacsonyabb lesz a nyugdíjjogosultsága. A nyugdíjas éveiben egyre több lesz az egészségügyi kiadása. Hogyha ő most nem gondolkodik előre, akkor ő saját magával babráki ki hosszú távon. Mert persze mindenki megpróbál több lábon állni, a vállalkozók is megpróbálnak több lábon állni, és különböző nyugdíjterveket szőni, de nagyon fontos, hogyha nyugdíjjal tervezünk, akkor azt több lábra állítsuk. Nyilván lehet számolni az állami nyugdíjjal, nem szabad elhanyagolni, bár nyilván ennek vannak kihívásai ugye az öregedő társadalom miatt, hogy mennyire lesz ez elég, hogy a saját életszínvonalunkat fent tudjuk-e belőle tartani. Jellemzően inkább az a válasz, hogy valószínűleg nem, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk, de nagyon fontos tervezni kifejezetten nyugdíj célú termékekkel is, és aztán persze az összes többi olyan okossággal, amit itt említettél, talán korábban is, hogy akár a párnacihában tartanak pénzt, vagy mint a nekem az egyik kedvenc kutatásomban, hogy hova dugják az emberek a megtakarítást, hogy a szőnyeg alá, hogy ez nekem sose jutott volna eszembe, de hogy a szőnyeg alatti megtakarításnál egy milliószor jobb helyen van bármilyen céltermékben ez a megtakarítás. Én azt szoktam mondani öngondoskodási szakértőként, hogy ha tehetünk, tartsunk többfélét, és többféle tervünk is legyen, ne csak egyféle tervünk. Tehát nyugodtan legyen egészségpénztárunk, nyugdíjpénztárunk, hogyha megengedhetjük magunknak, kössünk nyugdíjbiztosítást, nyugodtan számoljunk bármilyen olyan megoldással, ami hosszú távra lehetővé teszi azt, hogy megőrizzük azt az életszínvonalat, amiben szeretnénk eltölteni az idős éveinket. Említetted a még korábban, ha jól emlékszem, a, a kiesett generációt, azt, hogy a fiatalokat például a nyugdíj előtakarékossággal nagyon nehéz megszólítani, és hogy ez a munkáltató felelőssége. Ti például a fiatal munkavállalóitoknak tartotok fent, pénztári tagságot, és tesztek bele pénzt? Abszolút mértékben minden egyes munkavállalónk kap a munkabérének megfelelő százalékában nálunk munkáltatói hozzájárulást a nyugdíjpénztárban, illetve egészségpénztári hozzájárulást is, és nagyon jó modellek vannak erre. Például nálunk az MBH gondoskodásnál, remélem nem árulok el ezzel nagy műhelytitkot, elvárják azt is, hogy az egészségszámlánkra egyénileg is befizessünk. Ezzel egy nagyon jó gyakorlat magját ültetik el. És azok a munka nagyon okosan kalkulálnak, akik azt mondják, hogy igen, én odadom mondjuk a havi tagdíj összegét, tagdíjnak nevezük a minimális gyarapítan gyarapítást az adott számlán, hogy odaadom ezt az összeget hozzájárulásként, de kérlek, te is tégy hozzá valamennyit, és akkor vagy levonja munkabérből, vagy más módon eléri, hogy a dolgozó is hozzá tegyen. Miért fontos ez? Említettem talán, hogy amikor valaki otthagy egy munkahelyet, és más, Juttatási környezetbe kerül, akkor van a legfontosabb átbillenési pont abban, hogy ő most folytatja a megtakarítást, vagy nem folytatja hogyha valaki úgymond belenevelt, nevelkedett abba, hogy ő magától is mindig félretegyen valamit, akkor folytatni fogja. Lehet, hogy nem ugyanakkor a mértékben, mert lehet, hogy nem fogja tudni a munkabérének a 2, 3, 5 százalékát rászállni arra, hogy ő gyarapítsa ezeket a pénzteri számláit, de valamennyivel mindig gyarapítani fogja, hiszen már ez számára egy automatizmus lett. És nagyon fontos tanulság egyébként a viselkedési közgazdaságtannak is, hogyha automatizmusokat tudunk kialakítani, az emberekben arra nézve, hogy hogyan kezeljék a pénzügyeiket, hogy hogyan álljanak hozzá a megtakarításhoz, akkor nagyon könnyű olyan jó gyakorlatokat elültetni, amikből igazából profitálnak a jövőben, tehát egyfajta pozitív hozadéka is lesz számukra. Említetted még korábban, hogy mennyire fontos az öngondoskodásnak úgy univerzálisan a szabályozói környezet. Ez az, ami úgy felborult már több, a lakástakarékok jutnak eszembe, vagy a önkéntes nyugdíjpénztárak, hogyha csak így a közeljövő vagy a közelmúltra pontosabban gondolok, tartotok-e attól, hogy erre a térre is valamilyen komolyabb szabályozói felborulás várhat? Egyáltalán nem én abban bízom, ellenkezőleg, hogy éppen hogy egyre kedvezőbb lesz. Hiszen ahogy telik az idő, és az öregedő társadalom miatt egyre nagyobb nyomás helyezedik arra az állami nyugdíjrendszerre, amit a jelenlegi dolgozók befizetéseiből eltartott idősek apostrofálnak, annál inkább szükség lesz arra, hogy mindenkinek legyen még egy olyan lába is, amin ő megtakarításból tudja a saját nyugdíját kiegészíteni és erre vannak nagyon jó nemzetközi példák és gyakorlatok, és én úgy gondolom, hogy a szabályozó, szabályozói oldalon nyitott szemmel járnak e tekintetben. Tehát például elég, hogyha nézzük akár a lengyel modellt, ahol egy automatizmus van a megtakarításra, vagy megnézzük azt, hogy Nagy-Britanniában milyen modellek vannak, Tehát vannak nagyon jó gyakorlatok, nem mondom, hogy ezek egy az egyben adaptálhatók, mert nyilván nem, mert ezek más országok, más konstrukciók. De biztos vagyok benne, hogy van olyan megoldás, ami egy olyan hazai sajátosságot tud támogatni, amiből aztán mindenki nyer a végén. Köszönjük szépen a figyelmet. Horváth Zsófiával, az MBH öngondoskodási szakértőjével beszélgettünk. Kövessenek minket máskor is a klasszis podcaston. Ön a klasszis podcast pénz című műsorát hallotta.